85 millió forint a kulturális élet újraindításához. Támogatást nyert Miskolc. Már szinte járhatatlan volt. Újra aszfaltozták a Dédes-Tapolcsányi elágazás és a Bánkút közötti szakaszt. Újabb szakmai elismerés. Matyú ihletésű lábbeli kenyér díjat a miskolci mestercipész. Jó estét kívánok! Önök a Miskolc televízió híradóját látják 2021. április 27-én kedden. Jönnek a részletek. 85 millió forint támogatást nyert a miskolci önkormányzat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy országos pályázatot írt ki annak érdekében, hogy a kulturális intézmények pótolhassák a koronavírus járvány miatti kieséseket. Az 5 milliárd forint keretösszegű kiírásra számos település pályázott, köztük Miskolc is. A polgármesteri hivatal kulturális sport és rendezvényszervezési osztályvezetője híradónknak elmondta, a város a támogatási összegből elsősorban a meglévő kulturális intézmények költségvetését szeretné rendbehozni. Mind a terembérlet hasznosításból való kiesés, illetve a különböző jegybevételeknek a kiesése jelentős volt. Nagy valószínűséggel ennek a pótlására kerül majd sor, de természetesen egy előzetes szakmai helyzetelemzés, illetve egy szakmai koncepciónak a kidolgozása lesz majd, és ezt követően fogjuk eldönteni, hogy milyen módon, illetve melyik területeket fogja érinteni ennek az összegnek a felhasználása. Jelenleg is tart a Bánkúti bekötő út felújítása. A munka mostani fázisában a Dédes-Tapolcsányi elágazás és a Bánkúti parkoló közötti szakasz aszfaltozták újra. A Miskolc-Dédes-Tapolcsány összekötő út nagyobb részének felújítása azonban még továbbra is várat magára. Dolgoznak a munkások, az új aszfalt réteget simítják. Már javában tartanak a Bánkúti bekötő út felújítási munkálatai. Az elmúlt években fokozatosan romlott az út állapota. A Dédes-Tapolcsányi elágazástól Bánkútig szinte már járhatatlanná vált a szakasz. Erre a Bánkúti síklubnál is sok vendég panaszkodott. Borzasztó állapotok uralkodtak ott az elmúlt, nem is azt mondom, hogy években, hanem inkább az évtizedekben. Tehát itt fokozatosan romlott az útnak az állapota, és bizony a Dédes-Tapolcsányi elágazástól onnan Bánkútig, hát azt kell, hogy mondjam, hogy normál körülmények között, normál autóval szinte már megközelíthetetlenné vált a Bánkúti terület. Most nagyon örülünk neki, hogy azért már erre nem fognak panaszkodni a kiérkező vendégek. Nyilván van még sok feladat, de hát most az út kapcsán én úgy érzem, hogy ezt kipipálhatjuk. Az útszakaszon a munkát múlt héten kezdte el a Magyar Közút. De a járványt megelőző években a bekötő út több szakaszát is felújították már. 3 év alatt a teljes közel 3,5 kilométeres útszakasz sikerült újra aszfaltozni. A Bánkúti bekötő út felújítási munkái 2018-ban kezdődhettek meg. A teljes út az 3,5 kilométer hosszú, jelenleg 1,7 kilométeres burkolat újult meg 1205 tonna meleg aszfalt bedolgozásával. A burkolatépítési munkákat befejeztük. A hátramaradt feladatok még továbbra is a patkaépítés, illetve majd a nyári időszakban a burkolat olyan állapotban lesz, akkor a burkolati festést is elvégezzük. Bánkút kényelmes megközelítéséhez azonban a teljes Bánkúti út, a Miskolc-Dédes-Tapolcsány összekötő út felújítása szükséges lenne. Erre ugyan a közút tájékoztatása szerint jelenleg nincs forrás, de az út minőségén igyekeznek javítani. Április elejétől rendkívüli menetrend szerint közlekedik a Lilafüredi kisvasút. A pályafelújítás miatt kizárólag a Dorottya utca és Lilafüred közötti szakaszon közlekednek a szerelvények, a járvány miatt pedig csak hétvégén és ünnepnapokon járnak. Lilafüred és Garadna között a munkavégzés miatt szünetel a forgalom. Ahogy arról korábban beszámoltunk, ebben az évben érkezett a pályafelújításhoz a Lilafüredi állami erdei vasút rekonstrukciója. Kormányzati támogatásból csaknem 14 kilométeren Miskolc-Dorottya utca és Garadna állomások között teljesen új vasúti pályát építenek. Megújítják a biztosító berendezéseket, a peronokat és korszerűsítik a vízelvezetést is.
Kézzel varrott magyó ihletésű lábbelikkel nyert Foltrend díjat Kovács Attila. A miskolci mestercipész a neves szakmai elismerést a napokban egyelőre online módon vette át. Az országosan is elismert sikeres kézműves az élő népművészet országos népművészeti kiállításra 7 pár cipővel nevezett. 120 évvel ezelőtt is ugyanígy, ugyanilyen eszközökkel, ugyanígy készültek a cipők. Kétkezi munkával készül egy lábbelő a miskolci cipőmanufaktúrában. A mestercipész a gondosan kiválasztott bőrt egy úgynevezett műanyag kaptára ránsimítja, majd a ráncok kisimítása után szögekkel rögzíti. Kovács Attila évek óta foglalkozik cipőkészítéssel és a történelmi Magyarország lábbeli viseleteinek újraalkotásával. Egy bőrcsík, ez az a talp, ami ugye belső talp, ami ki volt alakítva, ott látható, és itt már be van dolgozva a felső rész. Ezen a másik cipőn már a különleges technikájú varrást mutatja nekünk a mestercipész. A folyamat nem csak idő és munkaigényes, de odafigyelést, kézügyességet és türelmet is kíván. Kovács Attilának pedig ezek mellé még családi kötődés is társul. Édesapja nyomdokaiba lépve, ő is évek óta jelentkezik országos szakmai megmérettetésekre. Így történt ez legutóbb is, amikor a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetségének kiállítására nevezett a 2020-ban készített 7 pár lábbelivel. Egy hosszú és egy rövid szárú csizma, fűzős félcipő, körömcipő, magas és alacsony sarkú szandálok és egy papucscipő. A mesterien kimunkált művek készítőjét Foltrend díjjal jutalmazták. Ez a díj azért fontos és azért kiemelkedő nem csak számomra, hanem a környezetünk számára is, hiszen ez azt közvetíti, hogy a népművészet ez nem egy halott dolog, ami csak a tárgyaknak a reprodukálásából áll, hanem egy olyan lehetőség, amiben lehet meríteni. A mestercipész azt mondta, hogy idén a felhívásra olyan 5 évnél nem régebben készült tárgyakkal lehetett nevezni, amelyek tájegységek motivumait dolgozzák fel, hordható és használható tárgyak. Ezért esett a választása a matyó motivumokat felhasználó tetszetős női lábbelikre. Online táncszínház ingyen. Miskolci előadás is szerepel egy országos programsorozatban. A Nemzeti Táncszínház műsor folyamában az elmúlt napokban többek között a Bozsik Ivett Társulat, az Inverse Dance és a Magyar Nemzeti Tánc Együttes előadását láthatták az érteklődők. Kedden este a Táncszínház on programjában a Miskolci Baletti az online színpad. Ismét egy régi nagy kedvencet láthat újra a színház kedvelő közönség, ezúttal azonban nem a Miskolci Nemzeti internetes felületén. A Táncszínház on tűzte műsorára az egyik miskolci klasszikust. Emily Bronte Üvöltő szelek című története 2019-ben repíti a nézőt. Ekkor állította színpadra a Miskolci Balett a világhírű regényeseményeit. A társulat igazi sikerszériát kezdett el akkoriban. Itt indul igazából a Miskolci Balett. Ez az a Miskolci Balett már, amit én gondolok arról, hogy hova fog elfejlődni. Ez az első lépése ennek a dolognak. Úgy, hogy természetesen irodalmi vagy filmalkotások, a nézők számára még mindig maradjunk abban, hogy a történet felismerhető, csak a felismerhető történeteket is meg lehet jól és modernül csinálni. Jól és modernül, ráadásul nem is csupán jól, hanem kiválóan. Így sikerült az Üvöltő szelek Miskolci Balett verziója. A történet, ami a közönség és a társulat szívét is elrabolta. Úgy gondolom, hogy én is elég szélsőséges lány vagyok, úgyhogy én nagyon bele tudom magam élni. Szeretem a kicsit ilyen őrültebb karaktereket. Jó magam is, tényleg úgy gondolom, hogy az vagyok, úgyhogy hozzám nagyon közel áll. A 2019-ben hatalmas sikert aratott érzelmekkel teli előadást most újra nézheti bárki, köszönhetően a Nemzeti Táncszínház programjának. Az Üvöltő szeleket egyébként már terveztük, hogy élő előadásban meghívjuk és bemutatjuk.
ez ugye a pandémia miatt elmaradt, tehát alapértelmezett volt, hogy azt az előadást, amit egyébként is élőben is megmutattunk volna a közönségnek, azt tesszük elérhetővé, és így gyakorlatilag könnyebb helyzetben van az a néző, aki nem Budapestről szeretne hozzánk jönni. A Táncszínház on programjában az elmúlt napokban 6 darabot láthatott a közönség. A Miskolci Társulat online előadása ma este 8:30-kor kezdődik. Részletek a Nemzeti Táncszínház közösségi oldalán. Ismét támogatást kaphat a többi közt a Baráthegyi Bakvezető Alapítvány is. A segítő és terápiás kutyákat kiképző civil szervezetek számára nyílt pályázati lehetőség, melynek keretösszege több mint 45 millió forint. A baráthegyi vakvezetőknél évente körülbelül 15 kutyát képeznek ki. Ennek költsége egyenként meghaladhatja a 2 millió forintot. A segítő kutyák a közlekedés biztonságát is jelentik a látássérült embereknek. Pontosan jelzik az akadályokat, a lépcsőket, a gyalogátkelőket, az ajtókat, így probléma nélkül célba vezetik a gazdájukat. Mindezek mellett pedig megváltoztatják az életüket. Zoli és kutyája Fanni már teljesen egymásra hangolódtak. Nem csoda, a fekete labrador 6 éve segíti Zoli mindennapjait. Fontos, hirtelen jön egy lelépő, akkor így belelém keresztbe, hogy még véletlenül se tudjam őt lelépni. A Baráthegyi Vakvezető Alapítványnál évente körülbelül 15 kutyát képeznek ki. A kiképzés pedig nem kis feladat. Amellett, hogy hónapokig tart, egy kutya képzési költsége meghaladhatja a 2 millió forintot. Alapítvány által eddig 200-nál több kutyát bocsátottunk ki. Aminek nagy anyagi vonzata van. Ehhez nyújthat segítséget újra egy pályázati lehetőség a civil szervezeteknek, jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára múlt héten. A támogatás keretösszege több mint 45 millió forint. Jelentkezni április 30-áig lehet. Ez esetünkben egy nagyon fontos lehetőség, hiszen az elmúlt évben például 2 millió forintnyi támogatáshoz jutottunk hozzá ebből a forrásból, ami egy vakvezető kutya kiképzésének mondjuk úgy a nyers összege. Utána következő idők még sokba kerülnek, de ebből azért már lehet dolgozni. A Miskolci Alapítványnál többségében vakvezető kutyák képzését végzik, de időről időre mozgássérülteket segítő, illetve terápiás kutyákkal is foglalkoznak. Miskolcon a Baráthegyi Vakvezető Alapítvány által kiképzett kutyákkal jelenleg 5 látássérült ember közlekedik. Negyedik hely a bajnokságban, ezüstérem a Magyar Kupában, szép sikerek a Nemzetközi Kupaporondon. Ezek azok az eredmények, amiket elért a DVTK kosárlabda csapata a mögöttünk hagyott sok nehézséggel tarkított szezonban. A tétmérkőzések lezárultával kértük értékelő beszélgetésre Völgyi Péter sportszakmai igazgatót. Erre a szezonra a legjellemző szó, hogyha egyet kell találni, az a bizonytalanság volt. Tökéletes összegzése volt ez a 2020-21-es bajnoki szezonnak, amit nagyon sok nehézség közepette teljesített a DVTK. Ami természetesen senkit sem kímélt, így a csapatok által becsületesen lejátszott nem kevés mérkőzés során az kerülhetett egy picit előnybe, aki a legjobban tudott alkalmazkodni a szezon kihívásaihoz, a koronavírus miatti állandó változásokhoz. Mindezt pedig egy újjáépülő kerettel tette a DVTK. Az idei szezon feladata az volt elsősorban, hogy ezeket a fiatal játékosokat, akit leigazoltunk, vagy már itt voltak nálunk, minél több játék lehetőséget kapjanak, fejlődjenek, és egy későbbi nagyobb célukat kitűző csapatba meghatározó játékossá tudjanak válni. Ahogyan haladt előre a szezon, úgy fejlődött, lépett előre tehát a csapat játékban is. Akadtak gondok néha védekezéssel, a támadó játékkal már jóval kevésbé, de az, ahogyan együtt küzdött, dolgozott a csapat a stábbal a fejlődés érdekében, végül szép sikereket hozott. A fiatal csapatunkkal együtt azt gondolom, a fiatal edzőgarnitúránk is szépen fejlődött az elmúlt bajnokságban. Attila fogja megkapni a következő szezonban is a karmesteri pálcát, és bízom benne, hogy ugyanilyen jól vagy, mert még jobban fog élni a lehetőséggel. A DVTK kosárlabda csapata sportszakmai igazgatójával készült teljes értékelő beszélgetésünket 1. májusi sportműsorunkban láthatják majd nézőink. Ha kedd, akkor sportpercek.
Ma este heti sport összefoglalónkban beszélgetünk Hadik Andrással, az idei első hazai rally verseny legjobb magyar pilótájával. Szó lesz a Miskolc amerikai futballcsapat divízió 1-es villámrajtjáról. A múlt hétvégén megrendezett 15. DVTK Abas Kupa műkorcsolya versenyről, és a Diósgyőr labdarúgó csapatának sorozatban aratott harmadik győzelméről is. Tartsanak velünk a híradó után 18:25-től. Nagyon sok labdavesztésünk volt az első fél időben. A Kisvárda zártan is kompaktan védekezett. 2-3 csere után sikerült ezen valamennyit javítani, de ideges volt a csapat. Elképesztő nyomás nehezedik a játékosokra. Viszont nagyon büszke vagyok rájuk, mert ilyen körülmények között is sikerült helytállniuk. Hétvégéig folyamatosan melegszik a levegő. A részletekről bővebben az időjárás jelentésben hallhatnak. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik a minap.hu-n. További tartalmakért pedig kövessenek minket a Facebookon és az Instagramon is. Híradóval legközelebb szerdán jelentkezünk. Tartsanak velünk a továbbiakban, és hamarosan kezdődik a sportpercek. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. További szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!